bajnokságba jutott. Magyarul mindenki ott praktizálhat, ahol akar. Gyakorlatilag mindenki olyan körülmények közt praktizálhat, amilyen körülmények közt akar. Ti vagy nagyon jó helyekről jöttetek, vagy hazudtatok nekem az előbb. A praxisok fele, felméréseink szerint minimum vagy maximum 30 négyzetméteren garázs. Hangosabb legyek? Jó, majd ide jött. Ki az, aki nem halt egyébként a kezdet? Oké. Tehát vagy garázsba dolgozik, vagy pedig olyan helyen, ami... Szóval nem egy igazi praxis. Most ti rendesek voltatok, remélem. Ki az, aki Budapestről jött, tegye fel a kezét, menjen szíves. Magasra, már lássa. De nagyon kevesen. Ki az, aki Dunántúlról, tegye fel a kezét. Alig egy kettel. Ki az, aki Dunatisza közéről. Ki az, aki Tiszántúlról. És ki az, aki nem tette fel a kezét. Lenyűgöző. Ennél jobb eloszlás nem létezik, tehát mindenhonnan vannak. No, szóval elindult ez a praxis történet, és ott tartunk, hogy ma Magyarországon egy állatorvos nem engedélyt kér a magyar orvosi kamarától, hanem jogosítványa van, hogy nyisson rendelőt. Értitek a különbséget? Nem kell hozzá engedély. Őnek joga van. Attól, hogy ezt az egyetemet, ahol most ti ültök, ez egyébként az életeli tanszék, ugye érzitek, hogy itt szivárok a tudás, meg minden. Szóval, amit itt megtanultak, és ha van egy diplomájuk, akkor ők praktizálhatnak. A megyei orvosi kamara, és csak is őnek van jogosítványa ahhoz, hogy adjon engedélyt, a kötelező kérde az engedélyt, gyakorlatilag csak bejegyzési jogosítványa van. Mi kell ahhoz, hogy megnyisson valaki egy praxist? Magyarországon nagyon sok minden, Amerikában nagyon kevés dolog. Amikor kérdeztem a Sanyitól, hogy és Sany, hogy engedélyezte ezt az ottani kölyjel, újabb nevén ANTS, hogy itt a perzsaszőnyeg, meg kandalló, meg bőrdívány, kutyák összefossák, stb. Milyen engedélyeid van, aki azt mondta, hogy semmilyen engedély nem kell, hülye, vagy hát nem kell. Egy kell, bejelentem az önkormányzathoz, hogy megkezdtem a működésemet, ugye így van? És akkor majd a piac dönt, a szar vagyok, ha nem gyógyítok jól, ha csalódottak a kapcsolatok, tönkre fogok menni. Ha jó vagyok, akkor meggazdagodok. Csanyi, körülbelül. Magyarországon mit gondoltok, hány hatóság véleménye, nem véleménye, hanem engedélyek el az, hogy valaki egy állatos praxis nyisson? Van valakinek? Hangosan? 10-16. Te milyen okos vagy? Nem csak szép okos is. Így van, pontosan. Kérdezzétek el, a kéményseprőktől kell igazolás, hogy a kéményeink megfelelők. Nem beszélve az érintésről, nem jegyzőkről és az egyebekről. Tehát hihetetlen, hogy mennyire a nem állatorvosi szakmák mennyire befolyásolják azt, hogy valaki nyithasson egy vállalkozást, egyéb üzenek a pártunknak és kormányunknak. A Magyar Orvosi Kamara minden esetben semmilyen keretbetételt nem tesz, ahol erre való utalás van, az csak helyi ilyen feudalizmus. A Magyar Orvosi Kamara helyi megyei tisztviselőnek az a dolga, hogy bejelentsék, vagy bejegyezzék a praxis, sajnos az összes többi szakhatóság az viszont szemérkedik. Na mindegy. Tegyük fel azt, hogy létesült az állatorvosi rendelő, és már megvan, és akkor ugye az állatorvos kollega keres egy, mit? Asszisztens. De lehet szakasszisztens is. Hívjuk még más, hogy milyen neveket használnak a tulajaitok, vagy főnökeitek. Asszisztens, szakasszisztens, ezt elhangzott, mi van még? Hogy hívnak neveket? Báránykám. És megmondom őszintén, hogy a mai napon is ezt nagyon elfogadottnak tartom, de nem annyira kisebb praxisban, mint vidéken, a Szarvasmarha Csertéstelepen, hiszen ott valóban felcserek dolgoznak. Úgy gondoljuk, van külön állategési diplomájuk, vagy érettségük is nekik. Aki állategési szakközépiskolába végzett, tegye fel a kezét, van ilyen közöttetek? Király, én is. Csak utána lett egy diplomám. Szóval a lényeg az, hogy van ilyen szakirányi képzés is, nagyon jó, de szart sem ér. Nagyon jó, mert valóban orientálja az ember, és valóban, hogyha valaki ebbe tovább tudja vinni magát, akár egy rendelőben tud dolgozni, remélem, hogy sikeresek vagytok, hogy a kollégáim tekintek rátok, akik ott végeztetek, én Fehérváron, akkor még Mátosnak hívták. Máshol? Ki hol? Te hol? Hol? Hallak, az nagyon jó. Te? Ceglét, az is nagyon jó. Igen, az is jó. Tehát vannak jó iskolák, sokra lehet menni velük, lehet még állatorvosi egyetemet is elvégezni, de nem sokra lehet vele menni, mert ugye ha visszagondoltok, akkor a ti évfolyam társaitoknak, vagy osztálytársaitoknak is kell mondani, a töredéke dolgozik a szakmában, igaz? Tehát 30-ból 5. Magyarul ez egy olyan érettségi volt, ami
nem kell hozzá semmilyen szakirányú előképzettség. Most leesett egy csomót embernek a szívéről, akik nem, mert azért feltételezhető, lemegy egy szakma, azt kéne érteni is. Most én azt állítottam, ezért nem kell, hogy értsetek ehhez a szakmához, alapvetően, legalábbis indulásképpen. Na, első nekünk. Mi is az a praxis menedzsment? Ugye most egy praxis menedzsment konferenciának, a szatellit konferencián veszünk részt, amit úgy hívnánk, hogy asszisztens képző konferencia. Össze tudná-e nekem valaki, egy bátor lány vagy fiú foglalni, hogy mi az, hogy praxis menedzsment? Ígérem, hogy nem urrogjuk le, nem nevetünk rajta. Ki a legbátrabb közületek? Fölveszünk az alfamethez, ígérem. Szóval? Leszarják vagytok. Hangosan, hangosan! Jó, tehát akkor én elmondom, hogy amikor elkezdtem előadásokat tartani, én a Magyar Állatvédő Kamarának az elnökségi tagja vagyok. 8 éve azt mondta nekem az én főnököm, akit úgy hívnak, hogy Mile Sándor, a Magyar Állatvédő Kamara elnöke, hogy kéne, hogy tartsak praxis menedzsment előadásokat, és egyáltalán a praxis menedzsment kultúrát előszakon emeljem, és egyáltalán is kérdeztem, hogy sajnálom, jó fasz az a praxis menedzsment. Erre azt mondta, hogy én nem tudom, de neked sok pénzed van, biztos tudod. És akkor így már közelítünk a témához. Szóval bármit hívhatunk praxis menedzsmentnek, ami arról szól, hogy hogyan adjuk el magunkat, mint állatorvost, magunkat, mint praxist, magunkat, mint rendelőt, magunkat, mint tudományt, mint rendelést, tök mindegy. Amikor először tartottam előadást, és föltettem ugyanezt a kérdést, sokkal kérdettebb állatoros kollégáknak, akik épp úgy be voltak szarva, és foglalatok nem volt, mint nektek, akkor a következőt mondták, amikor kellően passzolgattam őket. Azt mondja az egyik, hogy föl kell nagy nehezen, hogy hát, nálunk praxis menedzsment ki alatt hívjuk azt, hogy az egész rendelőt kimeszeltettem, gyönyörű szép zöld, halvány zöld színűre, mert hogy ne legyen fehér, mi két ruhába dolgozunk, nagyon jól nézünk ki, állatorosok, és az asszisztenseket pedig barnába, ők úgy hívjuk őket, hogy barnák, ők a barnák. És akkor ez így jól néz ki, hisz virtuálisan megjelenik, és erről csináltatunk szórólapot is, és stb. Na, mondom, szuper. A másik fölkelt, hogy alló fityi felét, vagy nem tudom, hogy kell mondani, nem akarok elnökölni, nem ez a praxis menedzsment, a praxis menedzsment, tehát azt értem, mondja ezt a másik kollega, vettem ultrahangot 14 millió forintért, háromdimenziós, az asszonyt is azon nézem, meg a gyereket, kurva jó. És van EKG-n, monitorozzuk az altatást, izoflurános és halotános altatónk van, szóval minden király. Ő úgy értette, hogy ez a praxis menedzsment, hogy beletett pénzt. A harmadik az azt mondta, hogy nekünk akkora a várunk, nagyobb a várunk, mint az egész rendelő, meg műtő, ott ingyen kávét kapnak a betegek, pálmafa nő ki a kövekből, lehet vásárolni bolhanyakörvet, és trixit, és flexit, és akármit, és egyáltalán faszán jól el van a kuncsaft, megveri a műtétet, közben masszást adunk a talpán. A viccet félretéve mindenki máshogy értette ezt a praxis menedzsment fogalmat, a lényeg, hogy azért mindenki mondott valami igazságot. Azt gondoljuk ma, azt gondolom én, hogy a praxis menedzsment fogalma alatt mindent értünk, ami arról szól, hogy a praxis alanyát, nem a kutyát, mert az nem tud fizetni szegény, mert nincs kártyája, hanem a praxis alanyának gazdáját, tehát a tulajdonost be tudjuk bírálni. Vevőnké tudjuk tenni, minél több pénzt tudunk kérni tőle, és ráadásul úgy, hogy ezért azt mondja, hogy szolgáltatást kapott, elégedett, és jön hozzánk kocskos. Minden olyan dolog, ami ehhez hozzásegít bennünket, az praxis menedzsment. És annak a konferenciáján vagyunk, ahol ezt próbáljuk a ti főnökeiteknek elmondani. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ő neki nem főnök az általános? Tisztázzuk. Hova? De most részben miattuk is vagyok itt, mert azt mondták, hogy le kéne őket nyomni. Azért tudják már, hogy hol tartanak a hétszentség, majd erre visszatérjük, jó? Tehát egy olyan konferencián vagyunk, amikor a ti főnökeiteknek, elnézést, akinek nem főnök az általános, megpróbáljuk megmagyarázni ezt a fogalmat, és szeretnénk azt, hogy ne azzal kardoskodjon, hogy a szomszéd 3000-ért oltja a veszettséget, akkor mi jók vagyunk, ha 2005-ért oltjuk. És amikor a szomszéd 2005-ért oltja, akkor mi jók vagyunk, ha 1009-ért oltjuk. Tehát ne ebben merüljön ki az ő tudomány. Mi a célja ennek az egész konferenciának, meg ennek az egész tudománynak? Ugye teljesen és totálisan egyértelmű, csúnya dolog, ki foglalná össze 5 percben, 5 mondatban. Pénz, gyerekek, erről van szó.
Tehát én most megjelentek, mint a fekete kabátos okos ember, aki megmondja az igazat. Nem ez az igazság. Én egy olyan ember vagyok, aki marha sok pénzt keres ebből az egész történetből, az Alphabet Államgyűjtői Kft. Tulajdonosaként, gyakorlatilag a ti főnökeitek, tisztelet a kivételnek, akinek nem főnök az általános, tőlünk veszik a gyógyszereiket, meg a tápjaikat, és ebből a következően 7, azaz 7000 millió forint az idei árbevételünk, az 7 milliárd forint. Nagy piac. Marha jól el vagyunk vele. Azért csináljuk ezt a konferenciát is, ugye, hogy örüljünk egymásnak, és jóba legyünk. Ez egy marketing akció. Ki az, aki nem tudta, tegye fel a kezünk, hogy ilyen naív, meg bárgyunk. Szóval nyilvánvaló, hogy szeretnénk tanítani, ha már egyszer a vezőink és megbecsülnek bennünket a főnökeitekre, azzal, hogy akár mondhatjuk, azzal, hogy tőlünk vesztik a gyógyszeréket, egyebeket, akkor mi meg szeretnénk őket becsülni azzal, hogy próbáljuk őket tanítani. Mert némelyik bizony nagyon rá. Azt gondolom, hogyha össze akarjuk állítani, és majd itt lesz egy olyan blokk, amikor azt szeretném, hogyha tényleg bátrabbak lennétek, és mondjátok, hogy mit cseszel a főnök, de név nélkül nagyon fontos, akkor szeretnék összeszedni ezt, mert a jövő évi ugyanilyen továbbképzés alapja az például az lenne, hogy tőletek származó, mert a Józan Paraszti Észnél jobbat nem tudok elképzelni, a tőletek származó információk alapján összeállítanak nekik egy olyat, hogy figyelj, hát az asszisztensed is jobban tudja. Persze nem ezt fogjuk írni, majd úgy mondjuk, hogy én jobban tudom, de lényeg az, hogy szeretnék tanácsokat kérni tőletek. Egyébként gyakorló állatorvos vagyok. A szakmát úgy kezdtem, hogy amikor végeztem 3 évig, kint voltam a prérin a vidéken, marhatelep, sertéstelep, lótelep, birkatelep, baromfőz nem értek egyedül. Utána 3 év után, amikor tönkretett a Tordján a PSZ-eket, megvettem a Fehérvári Állatkórházat, azóta a Veszprémi Állatkórház, amiénk meg még sok egyéb, és ott azt kell, hogy mondjam, hogy pár évet lenyomtam. 9 perccel a tovarektomi elműtétet megcsinálom asszisztens nélkül, úgyhogy tudom, hogy miről beszélek, és ugyanakkor azt gondolom, hogy sokkal többet kaptam az asszisztensektől a munkámban, segítségképpen, mint a kollégáimtól. Ezzel azt értem, hogy amikor ott dolgoztam. Utáltam azt, hogy mondjuk egy átkorházban volt 4 vagy 5 kollega, és amit lehetett egymásnak betettek, szóval ez egy nevetséges történet. De gondolom, ilyeneket láthatok, ugye? Nem mindenhol itt tűnik a dolog. Mi egy általános célja szerintetek? Egyáltalános célja, miért végeztél ezt az egyetemet? Tessék? Gyógyítani. Gyógyítani, így van. Király. De például, ez így van. Manapság kicsit a pénz mániában elsikazunk, valóban, ez az indítás. Ezért koptatták a següket 5 évig ezeken a borzasztóan kényelmetlen széleken. Tessék? Tényleg kényelmetlen. Azért, hogy ne aludj el. Aztán van más célja. A megélhetés, mert ugye azért egyensúly, hát tanítjuk az állatokat, meg meggyógyítjuk, meg örök élni fognak, de hát azért valamiből megélni a családok. Így általános a praxis célja, ugye, úgyhogy ez, hogy ezt a kettőt összehozza. Tehát, hogy legyen egy olyan közeg, ahol be lehet jönni az állatokkal, lehet őket gyógyítani és örökké élni, és akkor közben mi is örökké élünk, legalábbis reméljük, de mindez az a jó körülmények között családra legyünk, és a gyerek meg a jól fizető iskolára fog járni. Na jó, miért kell neki ehhez egy asszisztens, vagy több? Hát elsőször nem hallottam. Ki használja? De gyerekek. Amikor én ide jártam, volt egy tanszék, úgy hívták, hogy dialektikus materializmus tanszék. Megmondták előre, hogy Mark leírta a tőkében, hogy van a tőkés, ez én, a geci, aki ugye a munkatársakat kihasználja, és folyamatosan igyekszik a munka erőt, bérmunkaerő kivét, téve és degradálva használni az őt profit célja előzésének érdekében. Szépen fogalmaztam? Szerintem megkapnék egy 2-est érte még most is. Ez az élet, gyerek. Eladtátok magatokat, ahol dolgoztok, nagyon fontos, hogy bérmunkaerők vagytok, ha tetszik, ha nem. A baj az, legfeljebb ott van, most komolyat mondok, és most egy pillanatra komoruljatok el, hogy lehet, hogy sokatokat kihasználnak. Lehet, hogy sokotok nem pénzért dolgozik, hanem azért, mert szereti az állatokat, és mert szeretne tenni valamit. És biztos vagyok benne, név nélkül, hogy vannak olyan kollégáim, akik kihasználnak benneteket, pénz nélkül, bejelentés nélkül, tévéfizetés nélkül, keszekusza módon, vagy csak dobva egy-egy lóvét, vagy nem dobva egy-egy lóvét, alkalmaz benneteket, kihasználva a ti affinitásokat ahhoz, hogy jaj, és ez az állatka. Na most ezt nektek kell előtteni, hogy meddig éri meg játszani a gyereket, meddig éri meg simogatni az állatokat, meddig éri meg így csinálni dolgokat, és mikor mondod azt, hogy bocs, fizetést akarok,
bejelentést akarok, TB-t fizessél utánam, és vegyél ember számot. Most ne tegye föl senki a kezét, mert biztos nincs közöttetek egy sem, akit kihasznált a főnöke, de azt gondolom, hogy az a TB-ességetek, hogy hagyjátok magatokat kihasználni. Nálam mindegyik állatgondozó be vagy, bocs, én meg állatgondozónak hívom őket, mert így szoktam meg. Be van jelentve, normális fizetésre, szabadsággal, normális ügyeleti beosztással egyébként. Tessék? Nem, hogy mi a normális. Na jó, beszéljünk a fizetésről. Akkor én indítok, jó? Nálunk egy állatgondozó, az 3 naponta dolgozik, tehát minden harmadik napon kell neki dolgoznia, és nettó 80 ezer forintot kap, plusz be is van jelentve 120 ezer forint után. Ehhez kap bejárási támogatást, mert Fehérvárra nem laknak, hanem vidékről jönnek. Kap egy 13. havi fizetést, és tudjuk, hogy van. De ez milyen fizetés? Szar? Hangosan beszéljen, gyerünk! Én azt gondolom, hogy egy ilyen 5-400 forintos órabérre el kell jutni. Tehát ez az a szint, ahol el kell jutni. Azért van, hogy órabér, mert igazából teljesítményvérről nem beszéltünk. Tehát, hogy megnyújik az általában az állat. Mit tudom én. Tehát itt a te az idődet adod igazából, hiszen van, amikor azt mondják, hogy este 10-kor megyünk haza, gyere be szombaton is. Tehát számolt ki, hogy mennyi az órad, szorozd meg 5-700-zal, és akkor jó lesz. Tessék! Nem hallott, drága. Akkor, ha várjunk, akkor menjünk. Hány órától, hány órától? Akkor viszont 24-et. Viszont ebből hát 12-t kvázi alszanak, tehát nálunk van egy olyan, hogy ez egy állatkórház, éjjel-nappali nyitvatartással, tehát kvázi este 8-kor bezárunk, és reggel 7-kor nyitunk. Ezen időszak alatt takarít, alszik, tévét néz, tök mindegy. Ott van, ugye? És másnap dolgozik reggel 7-től este 8-ig, és elmegy haza, és 3 nap óra. Ezt tudod, ez a 24-48-szoros beosztás, valószínűleg. Na jó, menjünk tovább. Nekem rájkolni kezdetek. Itt a vasutasok, vagy a mozdonyvezetők. Akkor engem megbuktattok, mert odaállt most 4 vagy 500 állatorvos azt hiszi, hogy én jóra tanítanak bennetek. Nem kibaszni velem, jó? Na. Milyen adottságokra rendelkezik az asszisztensnek, megfelelőknek, kívánalmaknak és céloknak? Ugye a lényeget nem beszéltük meg, mert a fizetés irányába elmentünk, hogy miért is kellett hozzá asszisztens. Ugye itt vissza kell az élményt érni, az nem jön visszafele. Még egyszer megnyomjuk. Oké. Erre a kérdésre még nem kaptam választ, bocs, csak nem megyünk tovább addig, mint az alapokat le nem rakjuk. Szóval miért kell neki ez asszisztens? Adminisztrációs munka. Utálják. Az általások gyűlölnek. Némelyik írni, olvasni nem tud, tudom. Aztán, mihez kell még asszisztens? Tessék? Állatok lefogása, tehát a fizikai meló. 3. Állatok ellátása. Állatok ellátása, etetés, itatás, mit tudom én, kórházi, ki tudja még? Takarítás. Nagyon jó, ez így van. Vér, hányadék, ürülék, ez a ti boldogság. Én nem bírom felfogni, hogy miért jó ez egy ember. Van még? Kuncsaktal, kommunikáció, beszélgetés, állatcsinogatás, megnyugtatás, idő, pocsékolás, változás. Ugye? Ő a jó keze. Olyan, mint nekem a feleségem. Ennyi mindent meg tudna csinálni, Istenem. Mely adottságokkal rendelkezik az asszisztens, hogy megfelelni ezeknek a feladatoknak? Kommunikációs képesség. Oké? Fontos? De hát van olyan asszisztens, hogy... Van ilyen? Mit mondunk arra az állatorvosra, aki ilyen asszisztens alkalmaz? Hogy hülye. Hát nem szabad ilyet alkalmazni. Nektek, üdének, csinosnak, vagy legalábbis jó kommunikálóképesnek kell lenni. Oké? Az jó, ha csinos és rosszul beszél, az is jó, ha nem csinos és jól beszél, de valamit kell, hogy tudjon. Tehát azt, hogy nem is csinos, nem is jól beszél, meg az kevés. Ti vagytok a recepció, ti vagytok az arca a klinikának, érthető? Hát mi? Az állatorvosra találkozik először a kommunikáció, hogy veled?
Nálunk úgy van, hogy van egy recepció, ott rögzítik az adatokat, ott már találkozik valakivel, utána az összes kinyitja az ajtót. Persze van annyi esze, ugye az 1000 forint jattér, hogy megnézte a gépbe, hogy a bot nevetike következik, és így nincs, így a bodrit kérjük. És akkor a tulajdonos, hogy tetszik emlékezni rá. Ó, na na, persze, ide az 1000-es kész. Sose láttad, ugye? Sose csináltátok. Jó, azt értem. Tehát kommunikációs képesség. Aztán milyen képesség kell még? Tessék? Nem értem. Az állatorvoshoz? Lapozzunk, nevezelek. Így van. Azért ez egy fontos dolog. Én megmondom összintén, hogyha én lennék Magyarország miniszterelnöke, van rá esélyem, mert még csak 42 vagyok, akkor én az ápolónőknek adnám a legtöbb fizetést Magyarországon. Azoknak, akik ott pucolják a szart a betegek alól a humán kórházban. De a második legjobb fizetést az asszisztenseknek adnám meg. Szintén, akik ugyanezt a szart, a hányadikat pucolják a kutyák a macskák után. Tehát szerintem ezt nem lehet megcsinálni pénzért. 700 forintos óra bérért takarítod a hányadékot? Beteg vagy. Nem. Azért csinálod, mert szereted, igaz? Ki az, aki szereti? Tegye már fel a kezét. Na jó, pára nem tették fel a kezüket. Tehát szerintem állatgonozónak, asszisztensnek, hogy hívtátok még? Mindegy. Nem muszáj lenni. Tehát ez nem egy olyan, hogy hát elvégeztem a villanyszerelő iskolát, most már nem ráz meg az áram, villanyszerelő lesz. Csak beteg emberek lesznek ilyenek. Ti mindannyian betegek vagytok. Az a betegségetek, hogy szeretitek az állatokat. És mi meg ezért szeretünk, én legalábbis is ezért szeretek benneteket. Azt gondolom, hogy állatszeretet nélkül, anélkül az elhivatottság nélkül, hogy akarsz segíteni, és emiatt elviseled ezt a sok nyugodt, ezt a szakmát nem lehet csinálni, úgyhogy nem tudom, ki mondta ezt, hogy állatszeretet tegye fel a kezét. Nagyon köszönöm, puszi neked, drága, majd beszélünk. Mi van még? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki jó legyen ebbe az asszisztensi? Fizikai adottságok? Oké, rendben. Részben vitatkozom, mert biztos, hogy jó az, nekem is volt már nagy, és nem tudtam lefogni, és mit tudom én. Persze gazdának kell ilyenkor produkálni magát, nincs mese, de az biztos, hogy azért egy keményebb kötésű ember az jobb ilyenkor. Milyen tulajdonságok vannak még? Tessék? Jó gyomor, hát ezt megbeszéltem. Ez kell a hitvallás. Ugye? Ki az, aki legrégebben csinálja? Majd satszoljuk meg. Ki az, aki 5 éve csinálja már legalább ezt a szakmát? Tegye fel a kezét. Hoppá, az itt lévő fele. Akkor kezdjük be visszafele. Ki az, aki 1 éve csinálja? Ugye mindenki, gondolom. Legalább 1 éve, úgy tegye. Ha mindenki legalább 1 éve már csinálja. Kezdőket nem fogadunk. Ki az, aki 2 éve csinálja már legalább? Ki az, aki 3? Ki az, aki 4? 5? 6? Egyre kevesebben vannak. Mondjuk ki az, aki 10 éve mellett foglalkozik? Ilyen öregek vagytok? Gratulálok! Le a kalappal! Ja. Ebből mi következett egyébként, hogy ez nem egy törzsgárdás meló. Egyrészt azért, mert maga a szakma új, ugye elmeséltük, hogy 89-től van egyáltalán ilyen szakma. A másik meg az, hogy megeszi az embert. Megeszi a lelkedet, mert ugye nap mint nap látsz elhúrni állatokat, nap mint nap mosod föl a szart, a hányadékot, az egyebek, koptat téged, másrészt ezért a kevés fizetésért kell, hogy koptasson. Tehát amikor eljutsz odáig, hogy lesz két gyereked, hogy erről a végén beszélgetnénk, akkor el kell gondolkodnod, hogy jó ez a szakmának. Tulajdonságokról beszélgetünk, még pedig a jó tulajdonságokról, ugye azt mondtuk, hogy kommunikáció az marhára kell, állatszeretet marhára kell némi fizikai kondíció, kis gyomor, kis odatétel. Azért ne becsüljük le az általános szakközépiskolában végzetteket, köztük engem sem. Magyarul kell némi tudás is. Ugye a mai előadások egy része arról szólt, hogy gyógyszertan, hogy kell kutyát lefogni, hogy kell laborba mintát küldeni. Te fogsz ilyenekről beszélni? Tehát gyakorlatilag azért szakma is ez, nem csak állatszeretet, meg kommunikáció. Az biztos, hogy a pozitív tulajdonságok mellett vannak rossz tulajdonságok is. Mik lehetnek ezek a rossz tulajdonságok véleményetek szerint? Mitől nem jó valaki erre a szakmára? Mitől, milyen hibákat követhetsz el, amikor úgy tűnik, hogy szar vagy? Tessék? Nem tudsz
Türelmetlenség, király! Mit csinálsz kutyával, nem akarja ott tenni a lábát? Fölfokozod? Vagy fölmondasz? Vagy mi lehet, hogy hiszériás bölcsöt kapsz? Egy könyvelő, ha kiakad a számítástechnikai programja, könnyen van, mert ő hiszériázik a főnökhezben, stb. De neked ott az állat, egy élő valami. Hát nem tudsz vele beszélgetni magyar nyelven. Türelmetlenség. Nagyon, nagyon. Köszönöm, király. Megdicsérlek. Hol dolgozol? Miskolca. Kovács egy kolostán? Orosz illetve. Az Iván, az jó gyerek, ekkora a sava. Rendes ember, türelmes. Szóval türelmetlenek nem lehetnek. Ezt vegyetek tudomásul, aki türelmetlen, alkalmatlan erre szakmára elvágta magát. Következő, tessék, hangosan. Illetlen, azt mondtad? Magyarul udvariatlan? Köcsög? Szentelen? Most, hát lehettek ilyenek? Hát ki az, aki a pénzeteket hozza? Hát a gazda. Nem lehet őket itt sorba állítani, meg majd ráér, meg egyáltalán. Nagyon jó, köszönöm. Milyen? Felszínes. Felszínes és anyag. Bocs, kérdés. Például tovább nem lehet csinálni, és ilyen nem takarít ki rendesen, nem kötik a lényeget. Például a nagy légyel mondták. Én mondanék mást. Felszínes. Mondjuk ez közel van ahhoz, hogy hazud. Képzeljétek el, hogy ma, nem ma, jövő héten ki fogok rúgni egy átgondozót, a fejével átkorátban, mert kárhat, hogy elkezdtem mondani. A lényeg, tessék? Ja, lényeg az, hogy azt képzeljétek el, hogy elkövette azt a biztonságot, személyiséget, szerintem arcátlan pofátlanságot, hazugságot, felszínességet, most a finomak vagyunk, hogy nálunk van a kórház is. És a kórházban ugye milyen betegek vannak, akik vagy nagyon-nagyon oda vannak, vagy nagyon macerásak. Ez a harapós kutya összeszarja a lakást, hagyjuk már, és kórház. És reggelente ugyanúgy van vizit, és akkor az állatorvos körbe megy, kiosztja a gyógyszereket és a gyógykezeléseket kettőcenként, és azt meg kell csinálni. És képzeljétek el, hogy kiderült, hogy az egyik állatgondozókról évek után, tök rendes, normális kollega, csak itt egy kicsit felszínes, hogy gyűlöli a macskákat, retteg tőlük, egyszer azért, mert hát mondjuk le van vágva az egyik ujja így, mert beleharapott egy macska, nagyon fontos. Macska, vagy bármilyen húsevő, de nem a kutya, hanem a macska, vagy az annál kisebbek, vadászgörényes társaik, ha vízülőtből beleharapnak, azt nagyon, kurvára nagyon ki kell pucolni. Kell nagyon komoly antibiotikumos védelemben részesíteni magatokat, de nem úgy, hogy augmentin, hanem keményen injekció meg egyebek, ugyanis fél év múlva le kell vágni az ujjatokat. Tehát olyan rohadt genyesztő baktériumok vannak a fogaiban, és ezt olyan mélyre be képes ültetni az ízületi tokba, hogy a látszólag meggyógyul azért, hogy egy kis túlk az egész. Ki az, akit már megharapott ilyen állat, tegye fel a kezét? Gyógyul, aztán szevasz, tavasz. Az esetek 10%-ába, tehát örüljetek neki, nem volt ilyen, egyszerűen az ízület gennyes gyulladása lesz, amit nem tudnak megjutni utána már, csak úgy, hogy csonkolják az ízületet, magyarul levágják, és akkor kipucolják, és összevarják, és kész. És ez borzasztó fontos, hogy a kiskutyánál kisebb állatoktól sokkal jobban kell vigyázni a nagyoktól. Ugye ezt megtanultátok már, oké. Okay. Visszatérve erre a kollégára, véletlenül amiatt, mert ilyen élménye volt, a macskának, amikor ilyen vadmacska volt, nem adtak a gyógyszert, hanem vizélt a dalomba, azt kész. Bemutatva, szevasz. És most derült ezt ki, hát néha, hogy el fogom bocsátani, mert az agyrém, mi azt hittük, hogy benne van a gyógyszer és a melléfecskendezet, de azt gondolom, hogy tehát a megbízhatóság, becsület, felszínesség, stb. Az, szóval értetek, képzeljétek el azt, hogy a ti édes anyátok fekszik a kórházban, mondjuk itt a, hogy hívják ezt a szomszéd kórházat? A Péterfibe. És mondjuk, hogy így van szegény, és akkor ott van körülötte. Megoperálták, ápolónak sem. Képzeljétek el, az ápolóni azt mondja, hogy már a mamma már nagyon ilyen, akkor az ágynemben nyom a gyógyszer. Vagy nem adok neki enni. Vagy az infúziót úgy kötöm be, hogy ekkor lesz a kezem, meg képződ meg egyébként. Mit gondolnátok róla? Tököljél meg, nem? Azt? Amit gondoltok rólatok, mit képzelnek ezek a tulajdonosok, ha így dolgoztok? Ugyanígy, tögöljetek meg, ezt fogják mondani. Tehát ehhez a szakmához kell egy becsület is. A rendőr, az bírságúat, meg elfogadhatja a 10 000-et is, kit érdekel? Meg még sorolhatnám a szakmákat. Én azt gondolom, hogy a ti szakmátokban, amellett, hogy marha szarul van megfizetve, amellett, hogy mennyi gennyel szarral és hányadékkal kell foglalkoztatok, van egy még egy rossz dolog, hogy becsületesnek kell lenni benne.
Mert ne csinálja ezt a szakmát az, aki úgy érzi, hogy nem kell használni. Ez komolyan gondolom. Menjünk tovább. Mikor nem szabad vállalni ezt a munkát? Hát akkor, hogyha ezek a dolgok. Tehát ha félsz az állattól igazából, ha nem tudsz azonosulni ezekkel az elvekkel, ha nem tudsz eléggé becsületes, következetes lenni hosszú távon, ha nincs igazán ez a elhivatottságod, vagy nem is tudom, hogy kéne mondani, azt gondolom, hogy egyötök se ebből a szakmából fog nyugdíjba menni. Ki az, aki ebből akar nyugdíjba menni? Tegye föl már közé. Jaj, örökbe fogadlak benneteket. Nem ebből fogtok. Nem, ez nem az a szakma. Ezt előbb-utóbb megunjátok majd ezért, hogy azért, hogy azért. Ez az életeteknek úgy fogjátok föl, én azt javaslom. Tiszteletem a tiéd, és hogyha sikerül, akkor én jövök neked egyet. Úgy fogjátok föl, mint egy kalandot, hogy mint egy jó faszit vagy egy jó csajt, hogy pár évig tartott és jó volt. Ez az állás egy olyan állás, ami egy bizonyos ideig az életedben kiegészíti a te életedet, az életteredet, a kedvedet. Ad neked egy olyan, nem ha a széhet, mert körülbelül erre elég a pénz, amit keresel belőle, de közben olyat csinálsz, amit szeretsz csinálni. Ebből nyugdíjban menni nem lehet. Előbb-utóbb vége lesz. Miért? Azért, mert attérjük el, hogy kiésőd vissza. Egyébként nem tudod elvállalni a munkát akkor, hogyha az állatokat nem szereted igazából, ha nem tudsz teambe dolgozni, nem tudsz bizony, azt kell, hogy mondjam, az állatorvosnak megfelelni. Tehát neked nem az a dolgot, hogy vitatkozzál az állatorvossal, meg te legyél az okosabb, meg lopjál, hazudjál, csaljál, visszabeszéljél, mint tudom. Én ezzel nehezíted az ő praxis munkáját. Ha csak nem mész hozzá feleségül, mert akkor már uralhatod felszedni. Mire számítasz a jövőben, ha jó asszisztens vagy, és lehet-e karriered, és ha igen, akkor milyen? Mire visszamegyek egyet, hogy számítok egy kataljat, megismétlem. Mire számítasz a jövőben, ha jó asszisztens vagy, és lehet-e karriered, hogy milyen? Na, beszéljünk erről. Miért gondolom azt, hogy nem egy nyugdíjas állás? Én még nem láttam nyugdíjas állatorvos asszisztenst. Ki az, hogy látok már, hogy gratulálok. Hol láttál? Gratulálok, igazad van, én is ismerem őket, és akkor úgy néz ki, hogy szárnál vannak, és ebből ketten láttak ilyet. Akkor igazad van? Igazad van. Szóval ez nem az az állás, ami onnan nyugdíjba lehet menni, a következők miatt. Egy. Kevés olyan állatos praxist ismerek és látok, ahol elindultak, mentek fölfele, még följebb, az állatos már 88 éves és meghalt, és az asszisztens nyugdíjba ment. Az állatos praxisok jönnek, mennek, tönkre mennek, átalakulnak, fuzionálnak, új praxis nyílik, tehát eleve maga ez a piac, ez változik. Kettő. Az állatos praxisban az asszisztensek javarésze az nő. Tegye fel a kezét, aki nő. Itt vagy. Nektek gyereket kéne szülni, nem? Mert egy fiatal nő. Bocsánat, kérek, aki nem olyan fiatal már, fiatal vagy te is, talán túl vagy már gyereket? Nincsen, sajnálom. Tehát általában gyereket kéne szülni, egy gyerek 2 év, 2 gyerek 4 év, 5 év, 6 év, mikor szülöd meg? Tessék? Addigra nincs praxis, vagy már az új fiatal kemény mellett kitúr. Arra nehéz, ez sót komolyan mondom, arra nehéz. Mondok következőt. Hallottatok már olyan, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk te szülsz 2 darab gyermeket, nagyon jó családi légkör, és mondjuk, hogy lakótelepen laktok, 80 négyzetméteren, valahol laksz? Kertesházban. Még rosszabb, mert több költség. És a férjed nem milliómos szegény, mondjuk, kívánom, hogy az legyen. Bocsánat, az egész történet úgy működik, hogy magad nem lehetsz nyugdíjas. Ha a férjed milliómos és eltelt, akkor lehetsz asszisztens életed végig. De önmagában miért mondom azt, hogy nem lehet? Azért nem lehetsz, mert nem fogsz kapni 150, 180, 200 ezer forintos fizetést. Ki az, akinek ennyi fizetése? Tegye fel a kezét. Gratulálok, nem kérdezem meg, hol dolgoztál. Gratulálok, nem kérdezem meg, hol dolgozol. Ennyi, ketten a 100-ból. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, tehát félretesszük azt, ez a realitás. Tehát fiatal csaj vagy, az állatorvosban szerelmes vagy, odamész, kutyában is szerelmes vagy, dolgozol, mint az állat, kihasznál, de azért ad a fizetést, a végén bejelent, hogy be ez a történet, így fogom föl, én,
Hogy bólogatnak a csajok? Jó, aztán. És akkor eljutott odáig, hogy de azért egy gyermeket, egy meg kettő, visszamentre dolgozol, és van egy család, egy férje, nem alkoholista, van lakásatok, két gyerek, az kell 150 000 forint, és nem tudok érni, hogy éhessél. Hol kapsz ebbe a szakmába annyit? És kettőnk kapjuk meg. Nem tudom miért, talán nekik, hogy máshogy kapjuk. De sem? Kutatószférel van dolgozom. Mit kutattok? Mit kutattok? Okay. Tehát annak köszönheted végül is. Ja. Igen, nem is. Most oda állt egyébként, hogy legyen jó hírem is. Maximálisan azt magyaráztuk a kollégáknak, hogy szerintünk az, hogy az asszisztenséget megbecsülik, meg hogy mennyire becsülik meg, az a számukra egy létfontosságú kérdés. És azt gondoljuk, hogy azoknak, akik kinyitják az ajtót, akik az adminisztrációkat, a pénztárokat, a lelkéletüket, meg mindenüket vezetik, meghallgatják, stb. Azokat meg kéne, hogy becsüljék. Hát én Isten áldja lelkem, hogy azon vagyok, hogy ti nektek több legyen a fizetésetek. Nem hiszem, hogy nyugdíjas állásotok van. Menjünk tovább. Köszönöm a figyelmet.